Évente 200 ezer hívás fut be a 116-123-as segélyvonalra. Sokan még mindig azért telefonálnak, mert egyedül élnek, és nincs kinek elmondaniuk a problémáikat. Míg a korábbi években advent környéken emelkedett meg a segélykérők száma, ma már nincs akkora különbség a téli és a nyári időszak között. A következő percekben arról lesz szó, hogy minden szentek és halottak ömpja környékén milyen problémákkal keresik a segélyvonalakat. Barna folytatja a témát. Köszönöm szépen, Dudás Erika. Vendégem a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének az elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm! Itt a felvezetésben elhangzott, hogy korábban advent és a karácsony időpontjában vagy a körül sokasodtak meg a hívások, most meg tényleg kiegyenlítődő, és ha igen, akkor mi az oka? Igen, hát 10-15 vagy akár 20 éve is, vagy még régebben, körülbelül 30%-kal növekedtek meg a hívások a karácsonyi időszakban, adventi időszakban, és ez eltartott körülbelül márciusig. Ma már a koronavírus járvány óta ez kiegyenlítettebb, de még mindig érezhető egy 10%-os különbség. A minden szentektől egészen advent karácsonyon át márciusig tart ez az időszak, amikor egy 10-15%-os emelkedés még mindig mutatkozik az adekvát hívások számában. Mi az, amit a legtöbben szeretnének elmondani? Magányosak nyilván nem tudják, szeretteik-e, vagy azért, mert már nem élnek, vagy azért, mert messze vannak. Hát rengeteg oka lehet, de mégis mi az, ami jellemzői? Hát a legfontosabb még mindig az, hogy magányosak, tehát nem tudják kivel megosztani a problémákat. Vagy pedig, ha lennének is körülöttük, nem elérhetőek, vagy nem merik elmondani. Tehát a telefonban, amikor valaki hallgatja őket a vonal másik végén, akkor megnyílnak. A telefonszolgálatunk anonim, és nem kell a szemébe nézni az illetőnek. Tehát bármilyen titok, bármilyen fájdalom, bármilyen nehézség felszakadhat. Tehát az a legfontosabb, hogy mi önkéntesek, amikor hallgatjuk a hívásokat, akkor értően meghallgassunk. Tehát a meghallgatáson van a lényeg, és az illető, aki hív bennünket, tehát megbízik abban, hogy itt bármit elmondhat. És nincsen következménye, megszabadulhat a fájdalmától. Ilyenkor, amikor a gyász időszaka van, vagy a vesztességek még jobban megjelennek az életünkben, akár a minden szentek, akár a halottak napjához kötődve, vagy később az adventi időszakban, hogy hiányzik az, aki nagyon közel állt, akkor szívesen mesélnek róla, vagy elmondják azokat az emlékeket, amik még bennük élnek. Milyen felkészültséget igényel ilyen önkéntesnek lenni, vagy fogadni a telefonhívásokat? A képzésünk az 80 és 120 óra között mozog, önismereti részből, elméleti és gyakorlati blokkokból áll, és körülbelül egy ilyen fél év alatt végezhető el maga a képzés. Jelenleg 501-en vagyunk egész pontosan a Kárpát-medencében, ez azt jelenti, hogy Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken és Magyarországon 29 tagszolgálatunk önkéntesei várják a hívásokat. Olyan volt már, amikor a telefon másik végén, aki fogadja a hívásokat, arra lett figyelmes, hogy itt nagyon nagy baj van, kimondom, akár önkárosítás vagy öngyilkosság is lehet a vége? Igen, a szuicid hívások azok körülbelül 5%-át jelentik a hívásainknak. Ezek legtöbbször szuicid képzetek, tehát nem feltétlenül krízishelyzet, de már eszébe jutott, már gondolkodott rajta. Minden hívást, azt minden szuicid tartalmú hívást nagyon komolyan kell venni, minél többet megtudni az okáról, és az itt és mostban cselekedni. Van egy protokollunk, ami alapján a 112-es segélyhívóval kapcsolatban vagyunk, tehát ha szükséges, akkor őket is be tudjuk vonni. Van olyan, aki többször is telefonál, vagy minden karácsonykor mondjuk? Igen, vannak visszatérő hívók, és van gondozó vonalunk is, ahol kifejezetten a visszatérő hívókkal foglalkozunk, és a 116-123 az pedig kifejezetten krízisvonal és lelki elsősegély vonal. Olyan volt már kíváncsiság, hogy aki tárcsázta ezt a számot, mert valamilyen problémája volt, aztán utána önkéntes lett? Önöknél? Tehát fogadja a hívásokat? Igen, volt már ilyen. Volt erre példa, igen. Nem sok, néhány esetben erre is volt példa.
Mert az ilyenek tudják, az ilyen hívók tudják talán igazán átérezni, hogy mi így beszélgetni. Ilyen. Nem akarom kisebb időn az összes vonalat fogadó munkatársuknak a szerepét, csak ez egy furcsa érzés lehet. Igen, tehát önkénteseink sok területről érkeznek, nagyon sokan az élet nehézségei után döntötték el, hogy csatlakoznak hozzánk, és nem feltétlenül humán területről érkeznek. Tehát vannak műszaki végzettségűek, vannak gazdasági, kereskedelmi területen dolgozók, nagyon sok fiatal nyugdíjas van köztünk például, aki élete értelmének és céljának látja azt, hogy segítsen a telefonvonalon keresztül. Ön is fogadja hívásokat? Én is fogadtam a hívásokat, igen, 27 éve tartozom ehhez a szervezethez. Mi volt a, hát nem azt mondom, hogy a legemlékezetesebb, de ami megragadt önben, az valami miatt, nem tudom miért, és a mai napig emlékszik rá, mert gondolom, ennyi hívásra nem lehet mindegyikre emlékezni. Hát több hívás volt, mindig azok a hívások az emlékezetesek, amikor azt érezzük, hogy valaki nagyon elkeseredett, és feladja, vagy nem lát kiutat, és a beszélgetés végére folyamatosan változik a hangneme, folyamatosan jönnek az elképzelések, hogy mégis van lehetőség, mégis tudok kihez fordulni, vagy azzal, hogy elmondtam valamit, vagy megbeszéltünk valamit, azzal közösen kialakítunk egy megoldási utat, és tulajdonképpen az az elakadás, vagy az a probléma, az megoldható. Tehát rájön arra, akár egy szuicid tartalmú hívásnál is, hogy élni jó. Tehát, hogy az élet az alternatíva, és nem az, hogy válasszak valami más lehetőséget, amire ő beszűkült. Az utolsó másfél percet, tegyünk egy próbát. Én felhívom önöket, és ön fogadja a vonalat. Igen. Jó? Jó estét kívánok. Karácsony van, nem láttam a gyermekeimet, az unokáimat. Sütöttem, én főztem magamnak, de nincs nekem étvágy, mit tegyet. Mit mond rá? És milyenek voltak a korábbi karácsonyok? Ki volt önnek? Ez most már a negyedik ilyen, hogy egyedül vagyok. És hol hát, vannak a gyerekei, rokonai? Külföldön élnek, tanulnak pontosabban. A gyermekeim, az unokáim pedig az ország másik részén, kiküldetésben külkereskedő a gyermekem is. Sajnos keveset jön hozzá. És amikor találkozik velük, akkor mi az öröm? Mit érez akkor? Vagy amikor felhívják önt, mert biztos hívják majd karácsonykor is. Fél óráig is el tudok velük beszélgetni, és tudja, akkor még a megsütött süteményem is jobban ízlik, mert azokkal beszélgetek, akikkel telefonon, akikkel nagyon szeretnék, 4 szem közt, vagy 6 szem közt, vagy 8 szem. Viszont most felhívott bennünket, tehát akkor én leszek az ön karácsonyi beszélgetőtársa. Tudja, úgy fogom érezni, mintha ön is itt lenne velem karácsonykor, amikor megajándékozzuk egymást. És miről szeretne beszélni? Bármiről, csak valakivel beszéljek. Ja, mi az, ami leginkább foglalkoztatja? Engem minden, de legfőképp a család, az egészség, és az, hogy ne legyek egyedül. Értem. Hát most nincs egyedül, mert én hallgatom a vonalban. Tudja, milyen sokat jelent ez nekem, hogy valakivel ezt meg tudom osztani? Hát, valahogy így zajlik? Igen, igen. És aztán valamilyen téma előtérbe kerül, ami foglalkoztatja. Lehet, hogy a család, lehet, hogy az egészségi állapot, lehet, hogy egy gyerekkori karácsony, tehát vagy az elveszített társával történt emlékek felidézése, és akkor tulajdonképpen elkezdi mondani, mi pedig meghallgatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Én is köszönöm.